Sziasztok! Ez az Ennélről pár percben mai adása, én Tóth László vagyok. Ma Beethoven híres, patetikus szonátáját fogom nektek bemutatni. Beethoven patetikus szonátája az egyik legismertebb szonáta, a címét magától Beethoventől kapta. A patetikus jelző ünnepélyest, fennkölt, emelkedettet jelent, én ugyanakkor úgy érzem, hogy egy nagyon drámai műről van szó. 1798-ban írta egyébként Beethoven, az a zeneszerző, aki 2020-ban éppen 250 éves lenne. A szonáta első tétele egy gyors tétel, de egy lassú bevezetővel indul. Ez nem ritka, hogy egy gyors tétel elé a zeneszerzők lassú bevezetést komponálnak, azonban ennek a műnek az a különlegessége, hogy ez a lassú zenei anyag, ez nem csak a tétel elején, hanem a tétel közben többször is előfordul majd. Egészen biztos vagyok benne, hogy Beethoven ismerte Johann Sebastian Bach C-moll partitáját. Ez a C-moll partita egyébként ugyanabban a hangnemben van, mint a patetikus szonáta. Nagyon sok hasonlóság van a két mű között. Az egyik ilyen hasonlóság, hogy a partitának a bevezetője így kezdődik. Még a Beethoven szonátája. Szinte ugyanaz a zenei anyag, csak Beethoven még egy kicsit súlyosabbá varázsolta ezt a zenei szövetet. A lassú bevezetőt követi a gyors rész. Rendkívül izgatott. A drámaiság talán itt kapcsolódik a súlyos lassú rész és az izgatottság között. És ezt az izgatottságot a bal kéz erősíti leginkább, amiben ilyen tremolókat játszott. Ez tehát a műnek a fő témája. Egy kis átvezető rész után következik a melléktéma. A melléktéma olyan, mintha egy zenei párbeszéd lenne. Azért nehéz ezt a zenei párbeszédet elzongorázni, mert nekem erre csak egy kezem van, hogy hol egy mély szólamot játszok, hol magasan játszom ugyanazt, mert közben a bal kéz játszik. És ez a zenei anyag, és emlékeztet Bach C-moll partitájára, aminek van egy ilyen része. Beethovennél pedig. Ez tehát párbeszédes formában jelenik meg a patetikus szonátában. Ezt követi egy átvezető rész a szonátában, ami pedig olyan, mintha egy szimfóniának egy zongora letéte lenne. Hallhatunk benne bőgőket, brácsákat, hegedűket, talán valamilyen fúvós hangszert, mondjuk kürtöt. És egy nagyon nagy fokozás jelenik meg itt ebben a részben. És talán az egyetlen egy picit melankólikusabb, egy kicsit nyugodtabb része ennek a zeneműnek az áró témája. És az áró téma után ismét következik a nagyon súlyos, lassú bevezetőnek az zenei anyaga. Fogadjátok tehát szeretettel a patetikus szonáta első tételét. Thank you.
Ha tetszett az előadás, lájkoljátok a Városi Hangverseny és Kiállítóterem Facebook oldalát, kövessétek a YouTube csatornánkat, és megtaláltok bennünket az Instagramon is.